első tiltás, az valóban Gangplank, így abszolút ideillik ez a zene. Hát szegényt egy kicsit eltemettük ezen a mérkőzésen, ő biztos, hogy nem fog szerepelni, ugyanúgy, ahogy Zoe sem, hála az égnek, és hát a Viv Gaming valószínűleg követte az előző mérkőzést, biztos, mert Kalisztát azonnal kivágták innen, amilyen messzire csak lehet, és Kamil sem fog érkezni. A harmadik tiltás pedig Sivána, pedig ő annyira sok vizet egyébként szerintem nem zavart az előző meccsen, vagy legalábbis nem olyan szinten, mint a Kalista. Abszolút egyetértek, sőt lehetett volna talán egy picit komolyabb ráhatása is Sivánának adott esetben a játékra. Persze a sebzésével, illetve a gyorsaságával, a dzsungel haladásával azért nagyon kevesen tudnak, vagy tudják felvenni a versenyt. És itt például egyébként a Kamil tiltás után, illetve a Gangplank elvétel miatt gondolkodok azon, hogy talán egy Gnár érkezhet majd a felső ösvényre, miközben a Wonderstag eSports utoljára Ryze-t tiltja ki a középső ösvényről, így Zoe, illetve Ryze nem lesz elérhető. Maradhatnak az azírok adott esetben, egy Galio. Nagyon sok minden marad benne egyébként, amiből válogathat a Viv, hiszen több olyan hős is van, aki bőven megér egy első választást. Említetted Ryze-t, bocsánat, azírt, de lehetne akár egy Sejuani, Gnar, vagy egy Talon, hoppá! Na, az mondjuk érdekes. Pontosabban itt a vakon elhozott Talon az érdekes. Meglátjuk majd, hogy ez mi lesz. Azért megvárjuk a megerősítést, hogy ez valóban egy Talon, mert első választásként ez egy kicsit azért gyanús. Ez egy Gnar. Na, az már egy kicsit hihetőbb. És ugye még jó, hogy akkor kiemeltük azt, hogy ugye Kamil tiltás után, Gangplank tiltás közben Gnarra simán rá lehet csapni, ami ellen kell majd valahogy valamilyen karaktert hoznia a Wonderstag eSportsnak. Ugye itt még talán egy Jace lehetne vállalható, miközben jön az Azir is, amit szintén kiemeltünk fontos választásként, vagy jöhet adott esetben az Azir. Vagy egy Zek igazából a kezdeményezéshez. Gnar és Zek együtt iszonyatos kombókat tudnak azért létrehozni, míg a másik oldalon azért ennek még túl nagy nyomát nem láthatjuk. Persze Jarvan-nal sok minden együtt használható. Tristan mondjuk pont nem ezek közé tartozik, még maximum kilőni tud valakit az ultiával a kataklizmából. És kíváncsian várom, hogy mit fog végül a VSE elhozni. Ugye a másik oldalon van egy lövészünk, egy dzsungelesünk, valamint egy felső ösményesünk. Így valószínűleg egy topost fognak talán elhozni, vagy én legalábbis erre tippelnék. Ugye Gangplank ki lett szedve, ugyanúgy, ahogy Kamil is. Topra még jöhet akár Ornn, de láttunk már azért Maokai-t is. Sion is ugyanúgy szóba kerülhet, tehát azért van itt bőven választási lehetőség. Vagy a Jace, amit te is említettél. Adott esetben, és ezt be is választja, így viszont azért maximálisan kell majd tankosítani a támogató pozícióban. És erre szerintem a Viv rá fog ugrani. Tehát a következő tiltási fázisban én mindenképpen várnék tőlük támogató tiltásokat. Támogató, illetve azon lehet még gondolkodni, hogy vagy egy Orianna, vagy egy Galio középső ösvényt még kitiltani, hogy adott esetben tudják védeni lövészeket. Hát a Janna is támogató. Ott van még Braum igazából, akit simán be lehet hozni egy Tristana mellé, az még kombóban sem rossz, a védekezésről pedig nem is beszélve. Ne felejtsük el, a másik oldalon azért van egy Caitlynünk, aki igencsak messziről tudja osztani azokat a fejlővéseket, amik azért egy-két tárgy után nagyon fájdalmasak tudnak lenni, és azt se felejtsük el, hogy egy változtatásnak köszönhetően, ami azért nem mostanában történt, de mégis talán újnak mondható, hogy most már a tornyokra ismételten használható a passzíve, tehát az a plusz sebzés kiosztható. És Taliát veszik el végül, a mobilitását szeretnék mindenképpen csökkenteni a Vivnek, de ahogy te is említetted, a Galio még mindig elérhető, és Alistar, köszönöm szépen, ezt az előző mérkőzésen nagyon hiányoltam, de Alistart elveszik Gellertől, ami úgy gondolom, hogy egy teljesen vállalható tiltás, de ott van helyette Tarik, akit viszont pont te hiányoltál az előző mérkőzésen, védekezés, valamint hát létfenntartó pozícióban nagyon jól tud szerepelni a folyamatos gyógyításaival, a kábításai és egyébként pont egy olyan mozgékony Tristanával nagyon jól használható, hiszen akár messziről is tudjuk ezeket alkalmazni. És mit szólnál egy Luluhoz a másik oldalra, Zeket? Talán a Braum jobb. Persze egyébként a Braum mostanában sokkal erősebb támogatónak tűnik, csak én gondoltam, hogy egy Zeket vagy egy Gnart ott benne a buliban azért meg lehetne tartani, és akkor mondjuk egy hihetetlen brutális ösvény fázis Orianna előtt állhatna, és az Orianna pedig akár mind a Zekre, akár a Gnarra tökéletesen jó lehet. Ugye láttuk még például meg tegnap. Tehát ez egy igazi bombokombo itt. Tegnap például működőképes volt a Gnar ulti per Talia visszadobás.
De emiatt volt régen például az Orianna is, hogy akkor Gnár ultira jöhetett az Orianna ulti is. Orianna mostanában viszont annyira nem meta, ő inkább ilyen, hát talán kényszerhősnek lehet nevezni, hogyha nagyon nincsen más, akkor ilyen immelámmal elviszik, mert azért annyira nem rossz, de Corki azért mégiscsak egy jobb választás ilyen szempontból. Ő is tudja nagyon jól tolni az ösvényeket, és azért a csomagnak köszönhetően neki is van mobilitása. Ha nem is tud egyből rögtön egy másik ösvényre leírni, de azért ki tudja venni a részét a harcból, és ott egy Viktor! De így van. Az egyik kedvenc karakterem egyébként, ha ezt esetleg nem tudtátok volna. Haszontalan információk percét hallottátok. Mostanában egyébként nem feltétlenül remekel annyira ebben a mostani metában, mert eléggé, hát hogy is mondjam, kicsinálták ezt a karaktert, hogyha őszinte akarok lenni. És kíváncsi leszek majd egyébként a runa választására Robustónak a középső ösvényen, ugyanis nagyon sok mindent használnak mostanában Viktoron. Gondolok itt például a szapora lábmunkára, ami ugye plusz mozgékonyságot ad. Régebben ugye még az érit is használták, vagy az üstököst. Nem tudom, hogy a nyitott varázskönyv mennyire jöhet még szóba, szerintem annyira nem. De Viktor is ez a tipikus hógolyó effektus, hogy ha meg tud indulni, időben meg tudja szerezni a tárgyat, akkor nagyon jó. Viszont van egy nagyon nagy gyenge pontja, és ez nem más, mint hogyha az ellenfél dzsungelesen megfelelő figyelmet ad neki, és nem tudja például időben megszerezni ugye a hexcore tárgyait, esetleg hamarabb hazazavarják, akkor nagyon nagy bajban lesz. Ugye pont tegnap is ezt láthattuk az Optic Gaming Golden Guardians mérkőzésen, hogy például Power of Evil hihetetlenül jól meg tudott szaladni egy Viktorral, és mondjuk olyan volt a csapatkompozíció is ellene, hogy még látható volt a Viktor robbantó sebzés, ami miatt szerettük, ami miatt nagyon-nagyon működött a metákban, hogy egyszerre jóformán egy kombóval két-három embert null életről le tudott pillanatok alatt tüntetni, és ehhez viszont kellett ténylegesen a dzsungeles érkezésehez tényleg kellett az, hogy segítsék Viktort az ösvényen. Igen, biztonságba kell tartani, tehát neki az első 1250 arany, ami ugye az első tárgyát jelenti, az mindennél fontosabb. Ha az nincsen meg, akkor iszonyatosan nagy hátrányba kerül. És ha már Viktorról beszélünk, a 8.3-ban kapott egyébként erősítéseket is. Nem feltétlenül olyan hú de hatalmasakat, de például a fejlesztett Q képessége most már nagyobb pajzsot tud adni neki, amellett, hogy mozgási sebességet nyújt neki, valamint a végső képességének és a töltési idejét csökkentették. Hát meglátjuk majd, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a mai szereplését. Én minden esetre nagyon örülök, hogy láthatjuk őt ma. Az alsó ösvényre még annyit szeretnék egy picit kitérni, hogy azért általában egy Caitlyn Tristana párosban Caitlyn, hogyha nem zavarják az ösvényt, akkor jobban fel tudja tolni, picit tud dominánsabb lenni, és bármennyire is toronytörő a Tristana, mégis Caitlyn szokott odáig eljutni, hogy toronytörésig, illetve torony döntésig eljutnak. És ez akkor szokott mindig fordulni, eljutnak minimális életerő torony, jön egy jó rajtaütés toronyvédésre, ebből gyilkosságok, és jön Tristana, aki utána befejezi az ellenfél kb. Sérthetetlen tornyát. Tehát erre adott esetben mondjuk Zeknek figyelnie kell, vagy a másik oldalról Jarvannak, hogy ki mennyire próbál az alsó ösvényen segíteni, felső ösvényen pedig hát majd az átalakulásokra, illetve a távolsági támadásokra leszünk nagyon figyelmesek, ugyanis Jayce, illetve Gnár távolról egymást piszkálni tudják, aztán majd kérdés, hogy mennyire ugrik előre az a vakmerő Jayce. Nagyjából ilyenek maximum lehetne. Akkor tudja, hogy a Gnár kis formában van. Visszatérve egyébként az alsó ösvényre, még nagyon fontos megjegyezni, ugye Tristana a játék későbbi szakaszában már messzebbről tud lőni, ugyanakkor a meccs korai szakaszában ugye Caitlynnek fix támadási távolsága van, míg Tristana ezt a szintek fejlődésével kapja passzívjába, tehát az ösvényen azért még bele tud rondítani Tristanának a teljesítményébe, fejlővésekkel azért ki lehet őt zavarni, és ahogy te is mondtad, a dzsungeleseken, vagyis Zekken, illetve Jarvan a nagyon sok fog múlni, kezdeményezésben nem lesz hiány, tehát mind a ketten meg tudnak indulni, és ugye a középső ösvényen talán Jarvannak nehezebb dolga van, hogy a Corkinak a Valkyr miatt nagyobb a mozgékonysága, viszont Zek könnyedén ki tud szedni akár egy villanást is abból a Viktorból, ha éppenséggel olyan kedve van. Illetve, hogyha nem változtatnak az utolsó pillanatokban a játékosok idézői varázslatokat, akkor valószínűsíthetően mondjuk gyorsítással fog jönni Robusto, viszont ezt majd a mérkőzésen meglátjuk, illetve szeretném felkérni az este utolsó mérkőzésének kommentátorait, Axmátot, illetve hogy Exmont, hogy vegyék át a szót. Üdvözlök mindenkit, szervusztok, én Axmart vagyok, és itt van velem Exton úr. Sziasztok! És hát akkor kezdjünk is bele a mai nap utolsó mérkőzésébe, a döntőbe. Mit vársz, mi lesz itt?
Hát így jó sok mindent, főleg, hogy ilyen érdekes válaszást látunk, mint például Viktor. Mondjuk mostában az LCS-en is kezd picikét visszajönni, hogy említette egyébként Iovine is, eléggé különböző rúna választásokkal, vagy ugye a szapor alá munka, vagy pedig akár még kleptomániás Viktort is láthattunk. Mondjuk Korki ellen én úgy gondolom, hogy ezért egy lábmunka illik, jobban tudja segíteni az ösvényen maradását, illetve mozgássebességet kap még extrába az amúgy is a Q-jából járó mozgássebességen felül. Hát mindkettő csapat különben képviseltette magát valamilyen formában már az előző selejtezőn. Ugye a Wonderstag eSports volt, és őt például a Team Plague ütötte ki a top 8-ból, nem tudott ott versenyezni, és érdekes módon a Viv Gamingben most felelhetünk kettő volt Team Plague-es játékost, Copy Foxot, illetve Blackit. Igen, kíváncsian várom, hogy mennyire tudnak majd bosszút állni most. Igen, itt ez van a bosszú kis... pillanat, amúgy fél bosszút igazából. Nem, hogy nem az egész csapat igen. Ettől függetlenül ugye azért ott van kettő ember, aki ugye ezt meg lehet tenni, mert meg kell mutatni most a Wonderstag eSportsnak egy ugye hasonló felállással szemben, hogy ők erősek, ők jók, és hát hogy ők szeretnék a mai nap első helyezését elvinni. Érdekesség még az, hogy mindkettő csapat kihasználta az importokat, kettő darab importtal rendelkeznek, ugye felső ösvényen, illetve a dzsungelben a Wonderstag eSportsnál, illetve a középső és a lövész a Viv Gamingnél. Tehát az importunk bevállalt egy Viktort. Azért az úgy kemény, tehát más ország, meg úgy alapvetően új környezet. Nem, fordítva. Ugye a VSE-nél Robusto van. Ó, igen. Úgyhogy ő van a középső ösvényem. Ugye az import az pedig az importált játékos, tehát külföldi játékos jelent pontosabban. Ugye az szerepel a szabályzatban, hogy egy csapatban három magyar játékos, ezen kívül egy európai játékos, illetve egy V4 országos játékos szerepelhet. Ugye jelen esetben ezt láthatjuk. Így van. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt. Elég nagy fesztiválnak leszünk majd szemtanúi, mert ez a Viktor választás, ez nem tudom mennyire fog működni, hogy Korkival szemben. Korki ugye távolról tud adni, Viktor meg nehezen fogja tudni elkapni, mert hiába teszi le alá ugye a kábítását, Korki ki fog tudni menekülni. Hogy lesz az egész? Te vagy a nagy Viktor, vagy az előbb egy táncot is leejtettél, mikor láttuk a választást. Igen, Iovine nevében is egyébként igen. Tettem ezt, hogy örültem annak a Viktor választásnak, én már nagyon-nagyon régen láttam. Hát ugye az ösvénytakarításban mind a kettő nagyon jól tud jeleskedni. Mondjuk, hogyha a tárgyát felfejleszti Viktor, akkor a lézerével egy lézerlövéssel ugye a hátsó minokat le tudja takarítani, utána pedig már csak néhány alaptámadás szükséges ahhoz, hogy az első minokat is letakarítsa. Igazából mind a kettőnek hasonlóképpen alakul a tárgy megszerzése, ugyanis azért Korkinak is szükséges az, hogy megszerezze mind a ragyogás, mind pedig a kalapácsot ahhoz, hogy eléggé sokat tudjon sebezni. Ugye Viktornak pedig az alaptárgyát, ugye a passzívjából lő tárgyát kell fejlesztenie. Nem szabad hagynia magát kiszorítani az ösvényen Viktornak, mert hogyha ugye kiszorítják őt azelőtt, hogy meg tudja venni a tárgyát, akkor egy ilyen olyan padhelyzetbe kerül, hogy jó, akkor most vagy nem veszek semmit, és akkor kimegyek az ösvényre, de akkor meg hátrányba leszek, vagy pedig megveszek egy másik tárgyat, egy másik varázs erőt adó tárgyat, és akkor viszont később tudom befejezni. Igen. A Wonderstag az, ami amúgy egy agresszívabb kompozíciót hozott. Tehát ugye ez a Jace, Jarvan, Viktor, tisztán a Tarik. Ez egy sokkal agresszívabb történet. Hamarabb szeretnék befejezni a mérkőzést, alapvetően már csak Jace miatt is. Uh-huh. Ugye neki kell dominálnia azt a felső ösvényt. Erre ugye ott van Jarvan, aki mind a játék késői szakaszában, de mind a korai szakaszában is kifejezetten jól tud működni. Viktor pedig, hát olyan is verzió. Igen. Tehát, hogy ő közép, tehát hogyha kap egy kis előnyt, akkor tud azért alkotni, viszont a játék késői szakaszában az, amikor igazán tud zónázni, igazán tud figyelni arra, hogy jó helyre tegye le azokat a területi kábításokat, vagy a végső képesi szintén területi, ugye akkor igen. Tudja kifejteni igazán a hatását. De a Tristan, a Tarik is egy kifejezetten agresszív alsősvény. Tehát Tristan előre tud ugrani, Tarik ezzel tud kábítani, meg is tudják ugye önmagukat menteni a Tarik végső képességgel, ezáltal ugye el lehet tüntetni a másikat. Hogy fog erre a Viv Gaming védekezni? Még egy picikét visszatérek erre a Viktor végső képességre. Nyugodtan. Ugye a Káosz viharral eléggé legyengítették azt a képességet, ugyanis már eléggé lassan tud közlekedni. Viszont ott lesz egy Jarvan, aki a kataklizmájával, hogyha nagyon jól tud becélozni, akkor a Káosz vihar sebzését ki tudja maximalizálni az a Viktor. Ugye a csapatkompozíció terén pedig én is inkább úgy látom, hogy a VSN-nek több lehetősége van a kezdeményezésre, mint a Viv Gamingnek. Ugye ott van a Gnár, aki
ez ilyen nagyon-nagyon kétélű, hogy éppen az, hogy megagnár formában, vagy pedig mindig nár formában, az ilyen csapatharcokat mindig akkor érdemes kezdeményezni, amikor éppen hogy átalakul ugye, a nagyobb formájába, hogy a végső képességét el tudja használni. Ez egy nagyon-nagyon hasznos és erős végső képesség, területi sebzés, illetve tömegirányítás képesség, ugye kábításra rendelkezik, illetve ott van a Zekk is. És hogyha ez a kettő így nem nagyon jön össze, akkor ott van a válasz a VSE-től mindenféleképpen jöhet. Ott van a Brown-nak a felütés, bocsánat, a Tariknak a kábítása, ugye a végső képessége meg tudja menteni a csapatát, hogyha esetleg összejönne egy jó kezdeményezés nekik, illetve nagyon könnyen tudnak válaszolni azzal a Jace piszkálással. A Viktor amúgy nem csak azért népszerűtlen, mert így alapvetően is nehéz vele játszani, meg azért tudni kell vele, hogy mikor, hogy, hanem mert kifejezetten immobilis karakter, tehát nehéz vele védekezni, és pont egy Zekk ellen kell most mindezt megtenni, ezekkel nem pedig egyáltalán nem egyszerű. Tehát a Zekk beugrik, és akkor onnantól kezdve vagy Viktornak el kell villannia, vagy általában azt szokták csinálni, hogy maguk alá teszik azt a területi kábítást, és akkor lekábítják azt, aki megpróbálja őket megtámadni, de hogy ez időbe is telik, meg ugye annak aktiválódnia is kell, Zekknek pedig azért eléggé kiszámíthatatlan az egész történet, és hogyha hamarabb elhasználja, akkor megint nem lesz menekülési lehetőség. Mégpedig ott egy Korki, aki tudjuk, hogy egyszerűen csak repül. Igen, ugye mind a sima Valkyrivel, illetve ugye a passzívjából jövő extra kis csomagjával tud egy nagyon-nagyon nagyot repülni, és hogyha azt például jól tudja kivitelezni, mondjuk egy villanás nélkül Viktornak, akkor az úgy viszlát. Igen, hiába érkezik Jarvan, hiába szorítja be kataklizmával, egyszerűen kirepül belőle, és onnantól a távolra még kifejezetten jól tud sebezni. Tehát ott van ugye a végső képesség, rengeteg rakétája van, aki, de nem kell egyszerűen közel lenni a célpontjához, hogy azt elpusztítsa, ami mind Jarvannak, mind pedig Viktornak is azért elég közel kell lennie az ellenfeléhez, hogy igazán tudja sebezni. Igen, ez eléggé kritikus lesz majd a számára. Illetve ne felejtjük el, hogy ott van egy Braum a Viv Gamingnél, aki azért a VSE-nek a piszkálását le tudja majd védeni. Gondolok itt például a Jace-nek egy eléggé erős kombinációjára, ugye a kapun keresztüli Shock Blast-tel. Így van, vagy a Viktor Lézer. Vagy pedig ugye a Viktor Lézer is ott van, amit le tud teljesen védeni a pajzsával. Az is eléggé számító, illetve számítani kell majd a VSE-nek arra, hogy egy-egy ilyen képességet, piszkálódást le tud védeni. Ugye alapértelmezetten így a VSE-nek adom azt a lehetőséget, hogy az ilyen torony döntéseket elvigyék, hogyha öten felállnak, akkor a piszkálódásuk sokkal, de sokkal erősebb, illetve ösvény takarítása is rendelkeznek bőven. Ugye a másik oldalon a Viv Gaming, ugye ott van egy Caitlyn, aki mindig az ilyen idegesítő tényező az öt csapdával a torony alatt. Igen, meg ugye a távolsága miatt, tehát, hogy egyszerűen nagyon távolról tud elkapni embereket. És ott van még ugye ez a stopperóra negálás is. Tehát nem szabad ellene túl sok stopperórát használni, mert ugye ez lehetőséget ad a csapdája kitételére, és a csapdájából pedig eléggé nehezen fogsz menekülni, miután megeted azt a finom süteményt. Pláne, hogy erre még Braum is rásegít, mert utána már ő is az arcodban lesz, és kapod a jelzőket, miután megint kábulsz, és ez ellen kifejezetten nehéz lesz menekülni. Viszont a másik oldalt pedig a Tristánáik ösvényemaradási lehetőségi képesség szerintem jó a Tarik miatt. Igen, jó lesz majd az alsó ösvényes párosnak a harca. A felső ösvényes párbajról még nem nagyon beszéltük, ott van egy Gnár, illetve egy Jace. Az veszélyes. Eléggé veszélyes lehet. Igazából a Gnár is nagyon jól tud piszkálni, illetve a Jace is eléggé sokat tud sebezni. Ugye a Jace az hamarabb tud átalakulni a végső képességnek, köszönöm, mint például a Gnár, ugye, hogy közelről tudja sebezni az ellenfelét. Kíváncsian várom azt, hogy hogyan fogják tudni ezt az egészet kivitelezni, és hamarosan meg is tudjuk. Ugyanis érkezünk az idézők szurdokába. Wonderstag Esports, illetve Viv Gaming küzd meg egymással. Hát itt az idő a döntőre, ezek már ténylegesen az utolsó pillanatok, de azoknak is a kezdete, mert lehet akciózni. Lesz-e esetleg olyan korai támadás, mint mondjuk egy Morgánával látunk? Az a baj, hogy most annyira nincs rá lehetőség, mondjuk ott egy Tarik, aki hogyha a területi kábítását húzza ki, akkor egy-kettő embert elkábíthat vele és okozhat problémákat. Igen, főleg, hogy majd később rá is tudja rakni valakire ugye a dupla V képességét, és akkor ugye kettő hullámban is tud akár kábítani, de egyelőre úgy néz ki, hogy inkább ilyen defenzívebben védekező állásban áll fel a kettő csapat, védik a kis bejáratokat a dzsungelbe. Egy darab stopper óra nincs a játékban, nem kíváncsiak az időre most a játékosok, úgy néz ki. Igenis nem mérik. Nem mérik, ott van fenn az idő, minek mérjék azt, hogy hány időt eltel éppen az idézők szurdakában. És igazad voltam, hogy a Viktor
választás, a runa választással kapcsolatban. Igen, és a Kork is egyébként azt hozta, szapor a lábunkát. Jó, nem meglepett is. Hát azért láttunk már, mondjuk, hogyha valaki inkább a piszkálódásra akar rámenni, akkor mondjuk egy írit általában el szokott hozni. Ezt még azt hiszem például a Délkelet-Európai Bajnokságon láthattuk azt, hogy akkor még nagyon-nagyon kélezetlen volt az, hogy Korki választásnak éppen milyen rúnát hoznak igen, el. Igen, nyitott varázskönyvvel is láttuk majd, ezen pedig szép a rálátás a Viv Gamingnek Wonderstack kezdésére. A másik oldalt pedig Blacky a kéknél kezd, ott a Copy Fox-tól kapott az Gnártól egy kis segítséget, hogy le tudja ütni azt a kék erősítést, viszont Jarvan megint csak azt lehet látni, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban tudja ugye a dzsungeres szörnyeket elhozni, sőt, kettes szinten megindul a piros fele, lehet, hogy tudja azt, hogy Blacky ott fog lenni a farkasoknál, és inkább azt üti. Igen, most a zászlóval is buktat, és el fogja vinni, úgy tűnik a piros erősítést, mert nagyon-nagyon messze van még Blacky. Így van, egyelőre nem rizikós, mert nem bukott le egyáltalán, nem ment át Vardon, ennek köszönhetően pedig egy sújtással el lehet húzni azt a piros erősítést, és ezáltal ugye Zeknek a korai játékszakaszát eléggé legyengítette, nem fog tudni úgy érkezni, és most is szomorúan mászkál. Igen, ott van az őrszem, most látja is, hogy most érkezett oda Blacky, elkezd ütni a madarakat, hát ezzel nagyon nagy hátrányba fog kerülni, ugye az játék korai szakasza a dzsungereseknél az ilyenkor nagyon-nagyon kulcsfontosságú. És jelenleg Jarvan tudja ezt a területet uralni. Igen, ő most hazamegy, és aztán gondolkozhat azon, hogy hova megy próbálkozni, érkezni. Például a dzsungeles tárgyát hamarabb befejezi, és akkor még az őrszemeket is gyorsabban tudja lepakolni. Így van, mondjuk most találkoznak ott a folyónál, és úgy néz ki, hogy bevállalja, pedig ott van a piros erősítés, volt is egy sújtás, Blackyék küzdenek, talán inkább Jarvan az erősebb, pláne, hogy érkezik is Viktor, Robu. És igen. Azt a felütést, azt ki kellett villanni, Blacky nem habozott. VSN-nek kedvezett a helyezkedés, ugyanis Robo meg tudta tolni a középső ösvényt ellenfele Korki ellen, és így hamarabb tudott volna érkezni, úgyhogy jól be is látta ezt a helyzetet Blacky, és kivillant inkább, nem mert kockáztatni. Passzívnak a korai elvesztése ezeken kritikus lehet, és ekközben pedig láthatjuk azt, hogy Jace dominálja az ösvényt, egyelőre úgy néz ki. Felső ösvény és papírforma van. Igen, főleg az Eerie-vel egyébként. Nyomjuk mindkettőjüknek Eerie-vel. Mindkettő ugye játékos ez a piszkálódáshoz szokott, időközben pedig Korkinak azért kicsit jobban kéne figyelni. Igen. És elég alacsony életerőn van. Jobban tud cserélni Viktor a pajzsnak köszönhetően. Bejön, megvan az ugrás, viszont egyelőre nincs meg. Egy visszakábítás, de csak Braumra, és ez kevés ahhoz, hogy jó legyen a csere. Hétkor nagyon szépen használta az ugrását Brauma, ugye pont ezt szoktuk látni, kivitelezni, hogy hogyha a jó kis Q-ját elhasználja először, mint sem, hogy előtte le tudna rakni egy jelzőt, akkor nem biztos, hogy van belőle gyilkosság, mert Caitlyn most milyen tömegirányítási képességet tudna elhasználni ahhoz, hogy gyorsabban lesz a jelzőket? Hát semmit. Egy ott van a csapdája, amiben, hogyha jó esélye belefut esetleg a Tristan, vagy pedig a Taric, akkor lehet valamit csinálni. De pont ezt kell csinálni, rá kell ugrani a minionra, egy alaptámadás, egy lassítás, és utána már sokkal könnyebb azt a maradék kettő jelzőt leütni. Ugye ilyen hasonló játékokat várunk ettől az alsó ösvénytől. Én is ugye nekik adtuk a kezdeni előnyt. Igen, hát Jarvannak kell kezdenie valamit az előnyével. Egy Vardot kiszedett, de ez nem túl sok. Most tudja, hogy ott van, megy is rá, és hiába a viclát. Gyorsabban sújtott. Ennek utána, most figyelni kell, mert ugye ott van oldalt is. Oké. Még Blacky sem tudja, hogy akar-e küzdeni, vagy sem. Jarvan egyelőre nagyon szeretne. Az a helyzet volt egyébként, hogy Necromartin nagyon jól rá tudta tolni az ösvényt ellenfelére, Gnára, aki Copy Fox. És nem tudott érkezni a segítségére a csapattársának. Tehát láthattuk azt, hogy milyen hosszan eltolódott az a Jarvan-Zek egy az egy elleni harc. Ráadásul a Gnár oldalán, és nem tudott kimenni. A torony alá volt szorítva, le volt sebezve, rá volt kényszerítve arra, hogy a minokat üsse. Hogy tudja még kihasználni Jarvan az előnyét? Merre kéne mozognia, hogy ezt a középső ösvényt ilyen is-is módon tudjam meglátogatni, az alsó ösvény messze van. Gnár az, akit lehetne esetleg, de ott meg merülni kellene, ahhoz pedig még nem erősek, mert mint ahogy említettek, Necromarty folyamatosan rátolja Gnára az ösvény. Mondjuk ez is a dolga, tehát hogy Jace-ként piszkálni kell, meg komolyan ösvényt tolni, és a torony alatt is képes megölni ugye akárkit. Láthatjuk is, mekkora sebzés képes okozni, de nem elég. Wow. Kérdésedre válaszolja. Mondjuk...
Jarvannak a feladata inkább most az, hogy farmoljon, szerezze meg a rálátást arra az ekre, ne tudjon egy jó rajtaütést szerezni. Ugye, mint említettem, a Jarvan sokkal jobban tud dzsungeles szörnyeket ütni, és ezt ki is tudja normálisan használni, és ugye a rálátás biztosítja a csapatának arra, hogy Blacky honnan érkezhet, ugye egy Zekkelen eléggé nehéz ezt a rálátást biztosítani ösvényesként, ott van az a dzsungeles, aki az őrszemeket be tudja rakni, és lehet időben észrevenni az Zeknek az érkezését. Az alsó ösvényen megy az adok-kapok, középső ösvényen viszont egy érdekes tárgyat láthatunk, úgy néz ki, hogy Delik nem akarja, illetve Milisa, ugye ő az egyik import kolléga, nem akarja a véletlenre bízni a tárgyait, ő majd a háraság hatalma után lesz igazán erős, mint Korki, ezért be is vállalt egy aratást. Igen, a másik oldal pedig Viktor sikeresen tud farmolni, meg is szerezte az első tárgyfejlesztését. Úgyhogy ott egyelőre nincsen baj, amit ugye mondtam is az elején, hogyha korán haza tudja küldeni esetleg Korki őt, akkor van abban a dilemmában, hogy akkor most mit csináljon, várjon-e a tárgyat, vagy pedig visszatérjen semmilyen erennyel. És akkor ugye itt van egy jó kis vörös szeder hát elhozatal újonnan Jarvan részéről. És akkor nézzük meg azt, hogy az alsó ösvényen milyen harc folyik itt. Ugye itt a benzék eléggé jól tudják tolni az ösvényt. Ugye Tristanával igazából ez is a dolga. Így van, mondjuk ő az, aki alapvetően védekezésre állt fel, mondjuk kell is egy Caitlynnel szemben egy Doran pajzs. Ugye Caitlyn az, aki talán könnyebben tud piszkálni a játék korai szakaszában, mint Benz. Tudjuk, hogy hiába majd Tristanának a játék végső szakaszában lesz a legnagyobb. Wow, micsoda képet kapunk. Na nézzük, hogy mit is látunk itt a térképen. Ugye itt láthatjuk, hogy a piros őrszemek azok mennyire dominálnak. Egy darab irányító őrszem helyezkedik el a Vive Gaming oldalon, a VSN-nél pedig teljes rálátás van Blackynek az elhelyezkedésére, hogy hol tud érkezni. Ugye pont erről beszéltem, hogy ez a feladata a VSN-nek jelen pillanatban, hogy a Zeknek a rajtaütéseit meg tudják gátolni. Így van, mindig hiányoltam totálban egy ilyen képet, időközben pedig azért megy valahol egy csata, de az alsó ösvényen bezárták Braumot, ki tud ugrani. Minden rendben van. Meg volt az első rajtaütés, ráadásul ott volt segítségnek Becky is. Így egy 3v3 szituációból mindkettő csapat élve távozik. Mondjuk nézzük, mik érkeztek ki mindkét oldalon. Villanások, egy darab égetéssel több, ugye Gellernél, mert a másik oldalt a villanás megmaradt Braumnál. Valószínűleg ők voltak az agresszívak, viszont Blackynél szintén nincs villanás, Jarvannál viszont van. Igen, Jarvan van. Ez majd veszélyesebb. Hát láttunk elég érdekes ilyen zászló villanás kombinációkat, hogy ugye utólag, ahogy érkezik a Jarvan a zászlóra, ugrás után villan, és akkor megkapja a felütést az ellenfele. Ott van egy őrszem annál a sárkánynál, tehát nagyon jól tudják, hogy ott van az a Jarvan. Jarvan most kívánja, nagyon keresi folyamatosan a fogást. Hazament Korki, úgyhogy jogos is ez az előre nyomulás. És el is hozza a csirkéket, miért ne? Meg vannak a pengecsőrök. Kérdés, hogy a sárkányt ugye még nem tudják bevállalni, ezért Blacky itt van a környéken, ráadásul most már Korki is megérkezik, ráadásul a passzívjával. Robustó lehet bajban, meg van egy lassítás, sikerül! Nolan is ütik, Robustó van bajban, mondjuk itt van egy kis segítség, sikerüleg megmenteni, úgy néz ki, sikerül! Legalábbis egy darabig. Robustóik fordulnak vissza a passzív Zeknél, ugrik még be Benz, Zeknek itt meg kell halni, meg is van! És Robustó valamilyen csoda folytán túlélte. Köszönhető mindez Gellernek. Igen, szép volt az érkezés amúgy. Szép volt az érkezése Robunak, illetve ugye a sebzése, illetve az érkezése is az alsó ösvényeseknek. Ugye itt van az, hogy a Tarik mennyire jól meg tudta védeni a csapattársát. Ugye pont erről beszéltem, hogyha kialakulásra kerül akármilyen harc, akkor ott van az a Tarik végső képesség, ami a csapatot meg tudja védeni, és jelen esetben ezt láthattuk, hogy ahogy húzódott az idő, a Robu azért el tudta használni a pajzsait, ott volt rajta a jó kis szapora lábmunka, és ezzel ki tudta magát gyógyítani, valamint Geller, azaz Tarik meg tudta védeni őt. Hol volt a Viv Gaming alsó ösvénye? Egyszerűen gyönyörűen lekövette a Wonders az eseményeket, gondolok itt ugye Benzre, illetve Gellerre, de sehol nem volt a környéken, se Hétkor, se Fru. És ugye ez meg is látszott, az előny az megvan.
Kál egyelőre halad, Blacky pedig próbál folyamatosan farmolni, de látszik, hogy Jarván az, aki folyamatosan előnyben van. Ó, érkezik a teleport időközben, Geller lehet problémában, ő az, akit elkapnak, és ő lesz valószínűleg az áldozat. Fent Benznek kellett menekülnie, de ő az ugrásának köszönhetően meg tudta úszni ezt az egész eseményt. Fru, szép volt. Igen, szép volt egyébként a teleport használat a Korkitól, amint egyébként Gellert eltüntették, és jó helyre került így a gyilkosság, amit említettet Fruhoz, az a Caitlynhez, aki most már egy Kán kadrét, vagy egy csákánnyal felerősítve harcolt. Azért a sebzés különbség így most már meglátszódik így a kettő lövész között. A másik oldalon inkább a cipőre ment rá Tristan, ahogy minél hamarabb befejezze azt, támadás sebességet kapjon. Ugye sárkányt kezdik el ütni most már ténylegesen a Wanderstegesek. Rálátása jelenleg nincsen a Weave Gamingnek, azért sejtetik. Igen, sejtetik, sőt ott is az őrszem lebuktatták. Így van, ráadásul mennek rá egy kataklizmával, valószínűleg meg fog tudni menekülni, visszarántja! Benne van a saját kataklizmájában. Itt van viszont a Wanderstag eSports maradék része, Robusto is próbál osztani sebzést, visszahúz kettő embert, Blacky érkezik a teleport, de ez lehet már később, Blacky belehal. És érkezik a második telep, a Necromartin, megszakadt teleportációk, és úgy néz ki, hogy a Wanderstag még mindig igényt tart erre a sárkányra. Mind a kettő felsősége is úgy gondolta, hogy most már nagyon-nagyon késő érkezés lenne. Az irányító őrszem éppen, hogy nem látja azt a kék őrszemet, ettől függetlenül magára a sárkány nincsen rálátás, így ezt el tudják hozni, illetve úgy, hogy Blacky halott így végképp egy fix gyilkosság. Geller próbálkozott volna hátulról érkezni, valamint Jarvan is beugrott, ugye ő már a harmadik ellenséges vörös szeden hátat hozhatja el magának, el is kezdte ütni, mondjuk most már látják, hogy ott van, vissza kell vonulnia. Eléggé fájt volna Blackynek, hogyha az a harmadik piros is az ellenfél markait üti. Így van, mondjuk még mindig megy ott a dzsungelben a küzdelem, időközben pedig az alsó ösvényen megy egy kis adok-kapok. Martin pedig egészen jól bírja, kicsi volt az ugrás, de nem tudnak tovább menni. A felsősményesek még nem találták meg egymáson a fogást. És ez most nagyon jó, hogy nincsen teleportja Copy Foxnak, ugyanis ő most hazakényszerítette. Robusto lehet bajban, de nem sikerül a kábítás, és folyamatosan találnak a rakéták, ami miatt fáj. Igen, főleg azzal a ragyogással, ami most már elkészült Korkin, eléggé gyorsan tudja aktiválni azt az extra sebzést a rakétákból, nagyon kevés a töltési idő rajta, Jarvan jön védekezni. Az első torony még nem dölt be itt a 14. percben, ahol így ilyen aranykülönbség az nem nagyon van a kettő csapat között. Ugye a farmok terén is azért így, ahol valamelyik ösvényes erőnyt tudott szerezni, ott a másik az simán visszahozza. Ugye beszélek itt a középső, illetve a felső ösvény különbségekről, így van. Ugye azt kezdtem el mondani egyébként, hogy Copy Foxot, hogy itt tartotta, illetve így lepiszkálta konkrétan nagyon-nagyon alacsony életerőre Necromartin. Így ide kényszerült, hogy itt maradjon alacsony életerő, mert nincsen teleportja. És azzal a piszkálás, amit ugye egy teljes kombinációjával lehet ott használni. Úgy néz ki, hogy egy merülés is lesz. Villanás van, de másik oldalt is Necromartin egy 1v1-es szituációban bünteti. Úgy néz ki, túl lassú voltam. Pont ezt szerettem volna felvezetni, hogy mennyire jó, hogy egyébként itt maradt a Jarvan, mert előbb vagy utóbb be tudja ütni azt a gnárt. Oké. Egy picikét felhúzta magát, van is min egyébként, mert szegényke 0-2-ben van, és folyamatosan Jarvan a dzsungelében eszik és öli a szörnyeket. Blackit különben, Benzt különben nagyon boldogan hagyja itt az alsó ösvény egyedül. Hiába 2v1 a szituáció, Fruék nem tudják annyira kiszorítani, hogy olyan nagy hátrányban legyen. Igen, nyilván farm hátrányban van, de sok segítséget nyújt a térkép többi részének is Geller. Tolval súran ott vett magának Caitlyn, ez fél az alaptámadásoktól. Nézd, mi van még Gellernél. Igen, az is egy eléggé érdekes dolog. Úgy gondolja, hogy azzal fogja megtölteni a Viv Gaming játékosainak a könycseppjeit. Így van, nem akar kifogni a manába, Robusto az, akire megint jön az áldás, nem sikerül Blackynek a felütése, viszont vissza tudják hozni. Necromartin meglepetésszerűen érkezik, ráadásul itt van még Jarvan, jó a villanás, Blackyre még ugranak. Necromartin be van zárva, hogy nem tud segíteni. Jarvannak volt ez egy kisebb hibája, viszont sikerül elhozni Blackyt. Figyelni kell azért ezekre a rakétákra. Lehet látni, hogy mekkorát sebeznek, ugye a pirosokra kell folyamatosan figyelni, ezek fájnak. Jó volt az elképzelés, a kiterézés már annyira nem. Na, itt érkezik a következő felvonás.
Nem sikerül a kábítás, most Hatecore is itt van, ebben már nem akarna belemenni, pláne itt van Gnar, ott van egy végső képesség, kérdés, a chatbagát meg tudja menteni, meg! Itt van még a teleport is, figyelni kell, Jarvan az, aki még rámegy, rögtön egy kábítást, falhoz vágják, mindent megkap Necromartin, bele is hal, és ezért menekülnie kell a Wonderstag, Xboxnak 2-3 jelző, ez még nem elég a kábuláshoz. Gyönyörű fordítás a Viv Gaming részéről. Ez is szerencsétlen és érkezés a Jarvantól. Tornyot nem tudják megvédeni. És az első torony beütésre kerül a Viv Gamingtől, ugye extra aranyat ér az első torony beütése. És hát a Jarvannak az érkezés az eléggé rosszul jött ki, pont átalakult Copyfox meg a Gnarrá, és a kapitásait el tudta használni, és hát ott voltak még a Brome jelzők is, hogy hát biztosítva legyen az a gyilkosság. Lehet. Ott van egy halálpontos lövés, de ez nem elég. Benz kisétált. Igen, Geller pedig még sehol, és hárman vannak, hogy az alsó tornyod beüssék. Ugye Minion hullám egyelőre még nincs itt, de egyedül Geller van itt, hogy védje azt a tornyot, az itt fogja hagyni. De miért megérkezik ugye a Minion Wave? Nem vállalják be, nincsen rálátás a többi játékosra, ezért nem vállalják be ezt a tornyot, inkább visszamennek és mennek a biztosra. Igen, mondjuk azt jól tudták, hogy hazaküldték Benzt, viszont a többi játékosról valóban nem volt semmilyen tudomásuk. És így egy meglepetésszerű érkezéssel eléggé problémás lett volna, hiszen sem onnájuk nem volt, az életerők sem voltak teljesen tökéletesek. Ezért a torony továbbra is áll, ettől függetlenül a Viv Gaming az, aki egy kicsi előnyben van. Mondjuk itt a felsősén Necromartinnak valamit össze kellene hoznia, mert rajta a világszem ő neki. Van ugye előnye, főleg az ellenfelével szemben. Nyilván Jarvant leszámítva, mert 0-3-ban Blacky szegény. Igen, ráadásul ugye nem is tud annyira gyorsan tankosodni, mint Jarvan. Ugye a farmban is, illetve ugye hát így rajtaütésekben is vezet jóval. Ugye 3 rajtaütés, 3 támogatással rendelkezik Jarvan. Na, Blacky folyamatosan ott van a bokorban, lássuk, hogy lesz ebből érkezés. Szerintem be is ugrott. Sőt, meg is próbálnak visszajönni, mert itt van Jarvan, Hatecore-t az, akit elkapnak. Hatecore próbálkozik még visszajönni, egy kábítás megvan. Mennyit sebez már az a Caitlyn? Nem lehet vele csak így küzdeni. Blacky vissza szeretne ugrani. Ugye itt van még egy ember, sikerül egy felütés. Robusto pontosan erre várt. Blacky meghalt, teleportálni egy kicsit késő, és ezért vissza is kell ezt vonni. Robustonak nagyon szép volt a meglátása, megy is még előre, bár lehet, hogy nem szabad ennyire előre sétálgatni. Igen, a területi sebzés. Hiába áll be elég Geller hősiesen. Igen, elkészült rajta a tökéletes Hex tárgy. Ugye most az összes képessége tovább van fejlesztve. Van a kristály szerzett még be magának, esetleg érkezhet tőle ugye a ragyogás, illetve utána a félholcsapás, és valószínűleg ezt is láthatjuk a beszerzett tárgyakból. Hát nem is csoda, hát szaporó lábmunkával igazából pont az lesz majd a fősebzése, hogy a Q-ját elhasználja, kapja belőle a mozgássebességet, illetve ugye tud vele sokat sebezni. Mindeközben a Wonderstag eSports hozza el a pályának a második sárkányát, ugye az első egy hegy sárkány volt, ez pedig egy óceán sárkány. Egy az egyeleni harcban... Nem vállalta be. Necromartin kivillant. Nagyon félt attól a Gnártól. Végső képességtől, igen. Közben pedig a Baron Nashor fog érni, hogy a Rift Heraldot nem hozták el ebben a játékban. Elékeztünk a 20. perchez, tehát Baron váltja őt azon a területen. És egyenlőre ugye a rálátások terén a Viv Gaming rendelkezik. Azzal, ott a Baron Nashor környékén. Ugye, amit még ki szerettem volna emelni, hogy mind a kettő lövész beszerezte az első tárgyát. Ugye picikét más úton, de ugyanazt vásárolják, tehát a határtalan penge, illetve a statikus töltőpenge páros lesz majd mindkettőjüknél. Ugye azért Jace-nek is rá kell mennie a halálosságra, ugye ezt egy szellempenge formájában be is szerezte, illetve majd egy draktár is érkezik. A másik oldalt pedig ugyanúgy inkább a sebzésre, illetve a folyamatos piszkálódásra, az alaptámadásokkal való piszkálódásra fog rámenni a Gnar azzal a jégkalapáccsal. Annál nem is beszélve, hogy más célpontot kell keresnie Jace-nek, akinek kevesebb páncélmennyisége van, hiszen ott van már
tolvajsúranótól kezdve még kettő páncél. Négy darab tolvajsúranó van a Viv Gamingnél. Figyelnek a Jace-re, én úgy érzem. Sőt, még igazából a Viktornak is a sebzését tudják csönkenteni ugyanúgy egy kicsikét, illetve a Tristana is ugye az alaptámadásokkal sebez. Természetesen. És hát a határtalan penge elkészülte után azért ezek csökkentve lesznek. Ugye az alsó torony az még nem nagyon lett sebezve a Viv Gaming oldalán. Ugye a Wanderstag eSports az itt lehet látni, hogy a kék tornyot azt eléggé szépen megütlegelte most már. Nagyjából ezt is lehet várni azért a statikus töltőpenge vásárlással rendelkező Tristanától, és a passzívjával is, illetve azzal a tárgyal is nagyon könnyen tudja tolni az ösvényt. Erre is szeretnének rámenni, ugyanis érkezik Jarvan az alsó ösvény egy ráütése, Blacky nagyon nincsen a közelben, illetve Corki is hazamegy, mondjuk neki van teleportja esetleg egy érkezésre. De Tristana nem viccel, rögtön érkezik a teleportáció, hát itt hatalmas mészárlás lesz, tornyot simán tudnak merülni, Fru is hiába menekül, megvan a gyógyítás, Villant is, de utána szaladnak négyen, és a Tristana az, aki egyáltalán nem viccel. Kettős gyilkosság Benzen, hát az előző játékban lehetett látni, hogy mi van akkor, hogyha Benz szerez magának néhány gyilkosságot. Az eléggé brutális volt azzal a Kalisztán, hogy egyből tiltólistára került. Tristanával is meg tudja mutatni, hogy azzal is nagyon jól tud játszani. Robusto egyébként szépen beütötte a középső ösvénynek a külső tornyát, így most ezzel a nagy akcióval így kettőt jönöt is el tudott hozni magának a Wanderstag eSports. Így van, kiegyenlítették a tornyokat, illetve gyilkosságban egyelőre ők állnak nyerésre, és kifejezetten jó helyen vannak azok a gyilkosságok, mint ahogy megemlítetted. Benz az, aki megmutatta már az előző mérkőzésben, hogy képes kerizni a csapatát, hogyha arról van szó. Én Necromartint egy kicsit féltem, hiszen a játék késő szakaszából vissza fog esni, majd mint Jace, tehát eléggé tankos lesz mind Blacky, mind pedig Copy Fox. Nyilván nem ezeket a célpontokat keresi, de a többit meg megvédi Hatecore, ugye a spajzsával. Ezért nehéz lesz neki majd érvényesülni, valószínűleg valamilyen váltott ösvénytalást fog véghez vinni, hiszen a tornyokat ettől függetlenül kifejezetten erősen fogja tudni szedni. Ott van Hatecore-nak a pajzsa, ami le tudja vinni a piszkálódást, ne felejtsük el azt, hogy ha egy piszkálódás levitt, akkor jöhet a következő. Ott van Robusto is, aki eléggé sok sebzéssel rendelkezik most már. Na, ugye a félhócsapás elkészült rajta. Megvolt a váltás. Igen, de nincs ott torony, került, hogy védje őket. Igen, ez egy kicsit rizikós. Mondjuk ott van Jarvan, aki tud védekezni. Na lássuk, egy 3v3-as szituációban mit fog kihozni. Ugrik be, sikerül kiugrani. Bezre, mekkora sebzés érkezik, te jó ég. Teleport, figyelni kell. Nár érkezik lentről, ráadásul tud lassítani, és minignárként érkezik Robusto az, aki még visszaugranak, nem tudom mennyire jó lett ez, Nár fel fog robbanni, már az ő életére kell figyelni, Blacky az, akinek a passzívját sikerül kihúzni, és rossz helyen nem tudja megvédeni a csapata, Blacky hal meg, immáron ötödjére. Hát sokat gyár a szegény, igazából jók a kezdeményezési elképzelések. Itt van a az a torony döntési képessége Necromartinnak. Ugye ott van neki a dupla-éje, amivel megvannak az alaptámadások. Wow! És még erre ráfordulnak Baronra. Mondjuk ezt most már lebuktatták, és figyeljük el azokra halott Corki rakétákra, 2300, 1200, meg lesz már az a Baron. Nagyon szép. Gellernek is a véső képesség használata is gyönyörű volt. Az utolsó pillanatban elhasználta, itt teljesen megakadályozta azt, hogy a Viv Gaming akármelyik játékosa is bemenjen és megpróbálkozni egy lopásra. Ugye Blacky halott volt, amint említettem, és sújtással nem rendelkeztek, ugye ez egy teljesen könnyen elhozható Baron volt, és hát a piros lopás az még mindig megy, így a 25. percben úgy tűnik, hogy Blacky pirosára nagyon-nagyon fáj a fog a Wanderstag eSportsnak. És annak ellenére, hogy Copy Fox rendelkezett teleporttal és tudott érkezni, habár mindig Gnar formában, ugye ezt is a játék elején kiveséztük, hogy meg a Gnar formában mennyire hasznos tud lenni. Mindig Gnar formában előre ment, és egyből kapta a hihetetlen nagy sebzést Robustótól. És hát mindeközben Necromartin pedig el tudott hozni egy tornyot, és pedig még több tornyot tudnak hozni a Baron erősítéssel, amit Benz meg is mutatott. Így van, mondjuk ő most bátor, egyedül van. A Wanderstag mindent magának akar. Tehát piros erősítéstől kezdve tornyon keresztül, Baronon át, még a csapatharc is az ő javukra dőlt el, igaz csak egy halállal, ami Blacky volt, meglepő.
nehezen megy neki ez a dzsungelesés, dzsungelezés. Ugye támogató játékos volt régebben. Ezben is láthattuk egyébként, hogy volt egy ilyen, hogy dzsungelesként nem nagyon lehet tud. Tehát, hogy igazából... Nehéz váltani. Nehéz váltani dzsungelre. A dzsungelt azt mindig a legnehezebb szerepnek mondják. Ugye nagyon-nagyon kell irányítani a csapatot a játék középső szakaszán, illetve hogyha hátrányba kerülsz, akkor vissza kell valahogyan jönnöd, és ez sajnos egyről nem nagyon sikerül, mondjuk az ilyen kezdeményezési elképzelésé az mindig jó. Obustó van egyedül, és ugrattak rá hárman, ha elpontos lövés, levédi Jarvan, de a villanás Obustónak eltűnt. De a tornyok továbbra is dőlnek, a Wonderstag eSports egyelőre megállítatlanak tűnik, és most már azért összetettek némi aranyerőny, figyelni kell. Jarvan az, aki visszaugrik, három ember próbál meg összekapni, meghal Braum oldalt. Végülis egy darabig vissza tudják tartani, de ezek jó is, igen, ezek a sokkoló bombák fájnak Jace-től. Benz az, aki még kimenekül, és egy újabb torony ledől, és immáron csak inhibitor tornyok védik meg a Viv Gaming bázisát. Na, úgy tűnik, hogy biztonságosra veszik a formát, és inkább visszavonulnak és elkezdik ütni az óceán sárkányt. Ez a harmadik sárkány a játékban, amit el tud hozni a Wonderstag eSports magának, a második óceán, és úgy tűnik, hogy az utolsó elemi sárkány is majd egy óceán sárkány lesz, még az ősi sárkány eljövetele előtt. És láthatjuk azt, hogy mennyire tudják uralni egyenlőre a pályát a Wonderstagesek, és mi sem mutatná jobban, mint sem ez a jó kis térkép munkálat, hogy azért van némi rálátása a Viv Gamingnek, de Wonderstag teljesen tudja uralni a dzsungelt. Nézd meg azokat a mély vardokat, folyamatosan ott az alsó dzsungelben, nem lehet csak úgy odamászni. Igen, és most is az van, hogy vissza vannak kényszerítve a védekezésre, hátra vannak szorítva, nem tudnak kimenni, mert nincsen rálátásuk az ellenfél dzsungelére. Visszatérve a sárkányokra, mennyire jó ez például a Wonderstag eSportnak? Ott van ugye ez a kettő óceán sárkány, ami segíti a regenerációt, mind mana, mind pedig életerő szinten, és az ostromoknál ez kifejezetten hasznos lesz, pláne egy Jace esetében, pláne egy Robusto esetében. Ugye ott van az a Viktor, aki szintén tud mind minionokat, mind pedig ugye ellenfeleket elkapni azzal a Razerrel. Hát igen, pretty good, azt kell, hogy mondjam, eléggé jó, hogy tud rendelkeznek plusz életterítve mana regenerációval. Ugye, mint említettem, hogy a csapat kompozíció az pont erre épül, toronyütésekre. Jace lehet problémán, ugranak rá ketten. Itt lehet egy kis bosszút összeszedni, megvan a harmadik, és még oldalról. Nagyon sok embert áldoztat be, és mindeközben a középső ösvényen vannak hárman. Igen, kérdés, hogy ez most jó döntés volt. A torony egyelőre nem esik le, Benz az, aki egyedül ott ragad, de át tud ugrani a falon, hogy megmeneküljön. Ember hátrányban jelenleg a Wonderstag eSports, de szerintem a torony ennyire lecsépelésével elégedettek, még akkor is, hogyha Necromancer életébe került. Igen, mondjuk mi nem hagyták abba. Még egy csata, megint, még mindig túlélte Tristana, és folyamatosan tud sebezni. Végre megállították, figyelni kell, Jarvan a következő, rajta van az egész Viv Gaming. Jarvan a következő harod, Gellerre kell figyelni, ő az, aki próbál menekülni, visszafele tud egyet kábítani, de jó volt a meglátás a Viv Gamingnek. Emberelőny, ráadásul egy jó kezdeményezés, jó beugrás, és már is visszahozták magukat a játékban, most övék a kontroll, mondjuk nem tudnak elhozni nagyon semmit, maximum tornyot. Néha egy tornyot el tudnak hozni, a VSL-nek sem volt túl jó az a hívás, hogy ott a középső ösvényen maradnak. Nagyon tudták, hogy hány játékos van az alsó ösvényen, és hány tud érkezni fentre, vagyis pontosabban középre. Robustok védelme egyelőre sikeres, és amennyi páncél mennyiséggel rendelkezik az Agnár, nem csoda, hogy semmit nem értelene ez a sokkoló bomba. Hát azért eléggé sok páncéltörésére már rendelkezik Necromartin Jace-e. Na, nem kell mit annyira félteni. Most meg. Valamire nagyon megindultak. A szellempengével is volt egy kis mozgássebesség, de ennyi. Elúszott a hal. Robustónak még egy lassítása is van most a Rylai-jal. Ez a félhol csapás ugye már egy ideje elkészült rajta, egy hihetetlen nagy pálca van még ott, amiből érkezett majd mondjuk egy Rabadon. A másik oldalt azért az a Korki, az a hármasság hatalma határtalan penge ágyú, és még ugye érkezhet egy harmadik ilyen kritikus esélyt adó tárgy,
abból a serényből, vagy egy fantomtáncos, vagy pedig egy statikus töltőpenge. Azért megpecsételni a sorsát a Tristánának, hogyha egy fantomtáncost hozna, mert eléggé keveset sebezne akkor már bele az alaptámadásokkal, hogy ott van rajta még a tolval súranó is. Ugye a lövészek azok így nagyjából tükörképek, bár Benz pont emiatt, amit említette, hogy Gnár mennyire elkezdett tankosítani, páncélt venni, rákényszerült arra, hogy egy páncéltörést beszerezzen magának. Így van, és a Wonderstag Esports egyáltalán nem titkolja, hogy mi a következő célpontja. A Baron körül minden kontroll lehetőséget megszereztek. Semmi rálátása nincs, és ezzel fel is, hogy ezt nézd meg, eszméletlen mennyiségű. Semmi, nézd meg, ott van alul egy kettő darab őrszem, ah, nem, a piros nem környékén. Egyelőre úgy tűnik, hogy szeretnének rálátást szerezni. Ugye a kék erősítést elhozza magának Ró, az neki nagyon-nagyon jó lesz a piszkálódásokhoz. Ó, inkább viszont... harcolni szeretnének, úgy néz ki, de adják a Baron. Kellett is védekezni, mert a középső tornyot le tudják szedni. Viv Gaming tagja is, sikerül egy kábítás, de arra egyébként nem jó. Kevés élete van Jarvannak, ott van még egy pas, de ez nem elég. Gellernek nem sikerült megmenteni, ráadásul ő is öt ember közé ragadt, kettő emberes hátrány van a Wonderstag-nél. A Viv Gaming pedig rámozdulhat a Baronra. Ez történik akkor, tehát ez most lesz egy fél év, amíg letakarítják a az nem probléma, az előbb vagy utóbb meg lesz. Jarvan halott, az a kulcsfontosságú. Nincsen sújtás, amit le lehet hozni. Igen, ott van Necromartinnak a lehetősége, megint felállt. Nézd azokat a csapdákat! Nagyon jó a védekezés. Blackynek kell például az, hogyha Blacky kiugrik, akkor nem lesz sújtás. Megvan a sújtás végül, és ezért ki is menekül a Wonderstag Esports. Még be is mennek! Sőt, beugrik a kettő emberes fellökés. Úristen, milyen gyorsan eltűnt az a Tristana. Te jó ég! De sőt, nem adják fel, mennek még tovább. Viktor is halott, Martin is halott. Mondjuk sikerült magával vinni a Korkit. De te jó ég, mi ez a mészállás, amit a Viv Gaming bemutat, és visszajött a játékba teljes mértékben, megvan a Baron, megvan a csapatharc, és most mehetnek esetleg egy toronyra, bár ehhez már lesz egy-két szava az érkező Jarvannak, illetve Tariknak, de a belső torony az csak belső torony. Itt láthattuk azt, hogy Korkinak megvan a 80%-os kritikus csapási esélye. Egy ember előny ott van, ezek piszkálódások pedig nem segítenek túl sokat. Jelenleg is két mint egyáltalán nem tartják vissza, ott van elő egy Blacky, aki tud előre menetelni. Megvan az inhibitor torony, meg kéne lenni az inhibitornak is. 3 másodperc Benz, és egyszerűen csak kiugranak. Sőt, nem, ráugranak, vagy nem tudom, hogy ez célszerű volt Blackytől, nem, inkább menekül. Folyamatosan csépeli Jarvan, de nem tank. Teljes mértékben látszik. Tankok, igen, ütik egymást, Blacky kiugrik. Szépen kivárta azt, hogy a felütés ne jöjjön össze Jarvan részéről, és Blackynek nagyon szép volt a menekülése, még akkor is, hogyha ha nem direkt csinálta, nem mint a támadás részét. Az a baj a Wonderstag Esports részéről, hogy egy ilyen toronyütős kompozíciót hoztak be, és ezt nem nagyon tudják kivitelezni. Ugye a Viv Gaming ott van egy Korki meg egy Caitlyn, akik hogyha minél távolabb érkeznek a játék késői szakasza felé, egyre többet fognak sebezni azért, hogyha kettő lövésszel rendelkezik a csapat, ugye az alaptámadások, illetve a kritikus sebzések azok eléggé meglepőek tudnak lenni, ahogy láthatok is a hármas gyilkosságot a Korkin. Szerintem senki nem számított rá, sőt még egy őrangyalt is beszerzett magának, utolsó tárgynak, hogyha esetleg meghalna, akkor még tudjon utána sebzés kiosztani, és nem nagyon tudják kivitelezni ezt a kompozíciót a VSS-ek, amit összeraktak. Nagyon jól rákényszerítették őket arra, hogy a középső ösvényen maradjanak és harcoljanak ellenük, nem tudták elkezdeni azt a varonnasort, amire a Viv Gamingnek nem volt semmilyen rálátása, és egy olyan vonatot sikerült megfordítani a Viv Gamingnek, ami lehet, hogy végzetes lesz majd a VSL-nek. Igen, beszéltünk Blackyről, hogy eléggé sokszor halt ebben a mérkőzésben, de milyen jó rajtaütéseket kezdeményezett, és milyen távolságból tudja még most is Caitlyn tartani és ölni az ellenfelet. Elolvadt az a torony. Kész, vége. Esélye sincs. Annak a toronynak végképp. Még ahogy a játékosokról beszélünk, akkor pedig végképp nincsen. Hát, ösvényt takarítani nem nagyon tudnak jól egyébként a Baron erősített minionok ellen. Hogy igen, arra kell majd figyelni ők. Viktor most esetleg egy kicsit besegíthet, de most már érkezni fognak a Baron erősített minionok, és időközben pedig a középső ösvényre is kell figyelni, de ott már szuper minionok jönnek a leütött inhibitornak köszönhetően. És itt lett a következő. Kis harc. Úristen, meghalt Caitlyn! Mi? Na itt van a lehetősége a Wonderstag Esportsnak.
visszahozni az eddig elveszett történetet. Hétkor az, aki még próbálkozik, dupla kábítás, hétkor belehal. Korkira kell figyelni, még egy-kettő alaptámadás. Sikerül feltámadnia, de ez csak ideig, óráig működik. Ég a Valkür közben belehal, oldalt pedig Benz folyamatosan Copy Foxot támadja. Még ráugrik, jó, nem biztos, hogy jó ötlet ez a Jarvan. Blacky pedig folyamatosan gyógyul, köszönhetően a Warmognak. Nagyon, nagyon akarják ezt a Gnárt. Te láttad Caitlyn-t? Nem láttam Caitlyn-t. Tehát egy volt nincs körülbelül, akkora sebzést tudott kiosztani rá Robusto. Ezzel azért én nem számoltam, amikor ezzel a torony alatti bemenéssel, illetve a toronyütésre céloztam, hogy ott lesz egy Caitlyn, vagy pedig egy Corki, aki viszont semmilyen sebzést nem fog tudni kiosztani az egész harcban. Jelen esetben ez Caitlyn volt, és így, hogy Corki még 20 másodpercig halott, így tudnak fordítani a Wandersteg e-sportosok egy inhibitor beütésével. Ugye nekik a középső inhibitorok ugyanúgy be van ütve, viszont az hamarosan majd éledni fog. Így egy picikét segíteni tudja igazából őket a pályán való mozgásban. Döntőhöz méltó mérkőzést láthatunk, megy a labda jobbra-balra, és igen, mivel alacsony életerőn volt az az inhibitor torony, ezért nem kellett foglalkozni a minionok hiányával, egyszerűen csak oda mentek és leütötték. Erre megvan lehetőség. Nem láttuk. Igen, amennyire egyébként egy oldalónak indult, annyira szoros most jelenleg a küzdelem. Wow! Ja. Elég sokat fektetnek bele, a Jarvant megpróbálják elkapni, mert túlságosan kin van, közben pedig az alsó ösvény nyomultak előre a Wandersteg eSports alsó ösvényesei, lövésze és támogatója. Hol lesz a következő fogás? 1 perc 53 másodperc a Baron, az mindenképpen egy durva fordulópont lesz. Ki hozza el, kinek van rá lehetősége? Egyelőre a Viv Gaming az, aki e felett kontroll tart, de nyilván a Wandersteg is szeretne igényt tartani. És az alsó ösvényen ugye van egy kisebb minion hullám, ami előbb-utóbb felduzzad, és utána pedig oda kell küldeni valakit, hogy ezt leszedje, és akkor lehet fordulni a Wandersteg-nek és megszerezni a kontrollt a Baron környéke körül. De hogy nem, inkább ott az alsó ösvény felé dolgoznak. Igen, és ahogy hallhattuk, a Wandersteg eSportsnak a középső inhibitora hamarosan éledni fog. Hogyha meg tudják tolni valamelyik... Ó, na, Wandersteg, hogyha elkapják Korkit, nagy bajban lesz. Ráadásul még egy villanást is sikerült kihúzni belőle. Kataklizma is szintén lent van, Robusto. Egyelőre csak zónázásra használt ezt a káoszvihart. Ja, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ha meg tudják tolni valamelyik oldalsó ösvényt, akkor a középső előbb vagy utóbb be fog érni, és rá tudnak menni esetleg a Baronra. Mondjuk így az alsó ösvény nem a legjobb választás, ilyen szempontból ezt észre is vették és hazateleportálnak. Ugye elkezdek inkább majd rálátást biztosítani a Baronna sor környékén, illetve megtolni a felső ösvényt. Ugye a felső ösvényt, hogyha megtolják, akkor valamilyen kiinduló pont majd lehet a Baron erősítés elhozatala után. Mondjuk ne felejtsük el azt, hogy egy perc múlva már az ősi sárkány fog élni, ugye az összes eddigi megszerzett elemi sárkányt fogja erősíteni, valamint ugye a csapatharcban is tényleges sebzést ad extraként. Ha Wandersteg azt el tudja hozni magának, akkor ugye mind a csapatharcokban, mind pedig a toronyosíti ütésekben, ugyanis egy felerősített kettős óceán sárkány lehet, akkor ott tudnak majd dominálni. Kíváncsi vagyok arra, hogy lesz-e megint egy olyan csere, mint múlt héten láthattunk, hogy sárkány a Baronért. Nézd meg ezt a küzdelmet az őrszemekért. Nem tudom, hogy megéri-e, egyelőre még van 30 másodperc, amíg a sárkány érkezik egy kezdeményezés. Blackie-től nem sikerül felütni senkit, sikerül egy ideig kihúzni a hatatlanság bekapcsolva. Elége ahhoz, hogy megöljenek valakit. Martin próbál meg előre menni. Geller úgy néz ki, hogy ő lesz az első halott, de másik oldalt Gnar az, akin egy feltámadás sikerül összehozni. Jarvan még mindig nem ölte meg senki, a passzívja kilőtt Blackie-nek. Benzre kell figyelni, ő az, aki esetleg hozhatna valamit, de most ember hátrányban úgy szint a Wandersteg eSports. De ennyi feléledés a Viv Gamingnél nagyon vészes. Tehát hiába ölnek meg valakit, mégse ölik meg, és utána pedig már foglalkozni kell a többi emberrel is, aztán pedig feléledés, így eléggé nehéz fogást találni a másikon. És egy nagyon jó kezdeményezési lehetőséget tudtak kivitelezni. Benz, sikerül a felütés, ráadásul vissza is tudják hozni, hogyha itt Benz hal, ha itt Benz meghal, akkor baj. Akkor baj van. Egy percig ki van véve a játékból Benz.
ez mind vagy baront, vagy serkent jelenthet, mondjuk ugye ott van lehetőség a lopásra Jarvan részéről. Úgy néz ki, a sárkány lesz. Igen, most nem tudnak elmenni Shuri banyorozni, ugyanis Shuri baronozni, ugyanis itt voltak, és jelenleg rálátásra sem rendelkeznek arra, hogy mennyi életerőn van. Ugye látható is Jarvan mozgásában, hogy ezt teljes mértékében ott hagyja a Wanderstag a Viv Gamingnek. Hát ő nekik egy óceán sárkányukon azt erősíti meg, hogy most szerez inkább rálátást Jarvan, viszont ebben van egy-két beleszólás a Copy Foxnak. A sárkányt megpiszkálták, de most úgy ugranak be, és ezáltal egy kicsit segítette is a Wanderstag eSport. Na most kell egy jó lopás bemutatni Jarvannak. Sikerül-e? Ott van a toboz, van rálátás is, nincsen lopás. Túl gyors volt a Viv Gaming. Igen, visszavonultak, ugye Benz sem volt ott. Én szerintem itt inkább egy teljes csapatharcot szeretek volna inkább kialakítani, mint sem egy egyemberes feláldozás, és ha 42. percnél vagyunk itt, azért az éredési idő az már körülbelül 50 másodperc. Jarvannak a hiánya az nagyon-nagyon meglátszódott volna, akár baron erősítés, akár nem. Hát azért... most viszont az látszódik meg, hogy mind a baron, mind pedig az ősi sárkány erősítés ott fityeg a Viv Gaming oldalán, és ezzel nagyon nehéz ez felvenni a harcot, nyilván viszont hozni kell a minion hullámokat. Sikeres legyen ennek a kihasználása. Egy jó kis robusztú takarítás kellene megint arra a Caitlyn-re, vagy pedig a Corki-ra. Mondjuk Caitlyn-en most már ott van egy kis varázs ellenállás, hogy ezt megakadályozza, illetve egy kis pajzsot is fog majd kapni a tárgy passzívjának köszönhetően, és hát az amint említettem, azok a csapda elhelyezések, azok eléggé idegesítőek az ilyen gyűléseknél. Ugye ott egy inhibitor van, amit el tudnak most hozni. Igen, és ezzel nem is tudnak nagyon védekezni, nem bocsájtkodhatnak. Nem lehet most csapat harcolni, csak úgy. Jace sebzését pedig teljes mértékben le lehet védeni. Igazából szerintem már nem is sebez annyira sokat, hogy ez teljesen lényeges legyen. Ezt még te említetted valamikor, hogy a játék késői szakaszára azért már rendelkezni fognak a Viv Gamingesek annyi páncélra, hogy ezt teljesen ignorálni tudják. Hát Gnárnál például már rogyásig van. És most egy csapdát próbálnak felállítani, amire rálátása nem nagyon van a Wanderstagnek. Na, lássuk, belesétál-e valaki. Nem, mert jönnek már a minionok a felső ösvényen. Az utolsó, belső torony a mérkőzésen elhullani látszik. El is hullik, ahogy kell neki. Kérdés, hogy az inhibitor toronyot meg tudják-e tartani, aztán egy kicsit fontosabb. Gnár most fog visszaalakulni mindig Gnárnál. Egyébként ez lesz majd az egyetlen egy jó kezdeményezési lehetősége a Wanderstagnek, mert hogyha fel tudja stackelni, meg tudja szerezni azokat a tűjjelzőket a Gnár, és át tud alakulni, akkor kritikus. Hát akkor veszélyes lesz, Blacky próbálkozik, hiába húzta fel magát, nem ugrott be. Egyelőre sikeresnek mondható a védekezés, de mi lesz a következő hullámnál? Megint itt van, Blacky. Behúzza magát, beugrik, nem sikerül egyelőre senkit, Benz, aki táborról tud, de sajnos meghal Viktor, még mielőtt elég sebzést kioszthatott volna. Benzre nem igazán figyelnek, hátraütik Corkit. Egyelőre egy támogatót sikerült cserébe elhozni a középső ösvényesért, de ettől viszont vissza kell vonulni a Wanderstagnak. Igen, ott van Benz, aki még azért tudna valamennyi sebezni. Corki elég alacsony életerőn van, őt kellett volna eltüntetnie. Jó volt egyébként hétkornak a játéka, hogy teljesen kiszorította és a fókuszt elnyerte. Ujjjjj. A lövésztől. Rúra akarnak rámenni. Blacky az, aki feltart. Négy ember, kettő emberes falhozvágás. Benzre kell figyelni. Ő az, aki oldalról osztja a sebzést. Ráugrik Corkira. Ki fog nyerni? Corkit megölik. És itt van a lehetősége a Wanderstag eSportsnak, de nem, mert belehal Caitlyn. El van kábítva, de ez kevés. Kettő darab alacsony életerős Wanderstag eSports játékos versus Caitlyn. Fru. Mi van? Micsoda? De ráadásul... jó Isten, mik ezek a harcok, és még a torony is el tudja hozni. Ráadásul egy inhibitor is rá fog menni, mondjuk Jace. Lássuk, Jace. Jó, jó, egyelőre kiállítás, szép a lábunka. Fru. Viktor. Ő felé lett az előző első alála óta, amikor rögtön őt kiszedték. Benz végre nem a tankokat ütötte, ezt láthattuk egyébként, hogy Corkit szépen el tudta tüntetni eléggé hamar. Ott voltak Gnár, mini Gnár formában, akire rá tudott utána menni. Viszont ilyen maradt egy Caitlyn, a vérszomjassal tudtam tölteni folyamatosan az életerejét. Ott voltak a kritikus csapások. Hihetetlen ez a játék, nagyon-nagyon oda-vissza megy. Itt egyetlen egy csapatharc el tudja dönteni az egész játékot. Láthatok, hogy mennyire kiegyenlített volt ez az utóbbi is. Igen, az a baj, hogy Benz megint túlvállalta magát egy kicsit. Az arany különbségek
vannak, és igazából... Középen. Igen, középen ott látványos. De az a baj, hogy a játéknak elünk lassan annak a szakaszába, ahol már ezek nem fognak olyan sokat számítani, tekintve, hogy mindenkinek meg lesz a teljes tárgy készlete, és onnantól kezdve pedig mindenki azzal harcol, amilyen van. Annak ellenére, hogy a Wandersteg eSports viszonylag jól tudta hozni ezt az egész csapatharcot, még továbbra is ők vannak kiszorítva, mink ez köszönhető a kettő beüntött inhibitornak, illetve az alsó és mélyen lévő nyitott inhibitornak, amit be tudnak ütni. Itt vannak Korkinak a csomagja, mondjuk most nincsen neki őrangyala, úgyhogy annyira bátran nem tud benni. Cserébe van egy fantom táncosa, úgyhogy neki minden egyes ütése kritikus csapás. Na, csak egy következő bravúros védekezés meg tud-e ejteni. Benze kell figyelni, az, aki most jelenleg halhatatlan. Jarvan az, akit megpróbálnak elkönni. Jarvan kimenekül. Geller az, aki eltalmas sebzéseket eszik meg, és meg is hal. Megint ember hátra van a Wanders, nagyon szeretnek így játszani. Blacky előre ugrik, sikerül egy kicsit visszarándani, Jarvannak kell menekülni, és mind a három inhibitor lent van. 1 perc, 40 másodperc a Baron. De elég itt állni és bántalmazni az ellenfelet, mert ennyi mennyiségű szuper minionnal nehéz lesz mit kezdeni. Igen, ez már csak az időjáték, hogy tudják piszkálni, visszaszorítani a Wanderstegeseket. Nekik kell nagyon-nagyon ráfókuszálniuk arra, hogy eltüntessék a minionokat. Benz folyamatosan minion hullám takarító szolgálaton van, és ezt folyamatosan folytatni is kell, mert hogyha beérkeznek ezek a bázisra, akkor veszélyes. Már csak egy darab Nexus torony, aki megállítja a győzelemtől. A Viv Gaming úgy néz ki, hogy akar menni. Jarvan van megint rossz helyen. Jarvan el fog hullani. Mondjuk Blackynek ott van még a passzívja. Benz próbálta meg támogatni egy kicsit, visszajön az inhibitor, előre ugranak, folyamatosan, és Benz meghal. És ez valószínűleg a végét jelenti a Wanderstag eSports menetelésének, és a Viv Gaming malmára hajtja a vizet. Robusto az, aki még próbálkozik, de megint csak egy feltámadást tud kihozni, meghal Necromartin is, és ennyi ember minusszal már nagyon nehéz küzdeni. Robusto még próbálja a lehetetlent, de a lehetetlen ilyenkor még mégiscsak lehetetlen. A Wanderstag eSports az, amelyik végül elhozza a selejtező kupáját, igaz, képzeletbeli kupáját, de hogy hát a Viv Gaming hatalmasat játszott. Igen. Wanderstag eSportsnak pedig